Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál egy ikerláng szerelemről van szó, mit tükröz ez számodra, megtekintjük ennél a kivetésnél. Itt a bal oldalon látható képek rád utalnak, veled szemben jobb oldalon vannak az ő kártyái. Itt ez a három kép középen utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt valami még fogva tart téged, holott fontos számodra a biztonság érzete. De mivel itt fogva érzed magad, mert szűkös a helyzet, ki akarsz ebből lépni? Sikerülni fog, hiszen itt látható az eredmény, kivirágzik valami, gyümölcsözik valami, és ahogy itt ez a bot mutatja, kezedbe veszed a dolgokat, irányítod az eseményeket, itt lesz egy új kezdet, ami itt kivirágzik, ami gyümölcsözni fogsz. Kilépsz ebből a szűkös helyzetből. Az lehet a munkahely, lehet a családi kapcsolat, lehet a lakhely, vagy még egy párkapcsolat. Változni fognak a dolgok. Miről van konkrétan szó? Itt ez a helyzet, ami téged fogva tart, elmúlik, hiszen megjelennek az egerek. És a kártyavetésnél azt szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Utal arra, hogy itt javulni fog a helyzet. Itt lesz egy örömteli esemény, vagy egy meghívás. Itt a halakról van szó, tehát az egerek mellett itt vannak a halak is, és utalnak az anyagi dolgokra. Itt lesz növekvés, javul az anyagi helyzet, hiszen elmúlnak itt a korlátozások. És lesz egy új irány, amire ez a bot utal, és ez olyan hirtelen jön, amikor nem is számítasz rám. Itt a képek jobb oldalon, középen utalnak az ő jelenlegi helyzetére. Itt az érmék láthatóak, tehát anyagiakról, vagy a munkájáról van szó. Ő mesterien dolgozik, tehát jó a munkája. Mások figyelgetik őt, de nem dicsérik, hanem úgy bánnak vele, mintha egy diák lenne. Ezek az igazságtalanságok, különösen ami a munkáját illeti. Itt ő döntéseket fog hozni, kis lépésekkel halad előre, odafigyel az anyagiakra, az értékekre, és ez jelenthet egy új munkahelyet, munkahelyi változásokat. Itt megvannak nála az álmok és az elképzelések, ezt ő szeretné megvalósítani, hiszen az érmék itt utalnak a föld elemére, tehát reális dolgokra is. Ez nem csak a munkájára hat ki, hanem a párkapcsolatra is, hiszen a holdnál érzelmekről van szó, szóval mély érzelmekről, egy lelki kapcsolatról, és itt a gyűrű jelenti azt, hogy keresi veled a kapcsolatot, visszatér hozzád, sőt, lehet egy eljegyzés, egy házasság tervezése is. És itt látható egy új kezdet, és mivel itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, tehát ő nyíltan beszél a terveiről. A nap jelenti a nyári hónapokat is, lehet, hogy ez az új munkahely elhúzódik a nyár időszakáig. Itt láthatóak a te gondolataid, vagy az, hogy mi vár rád a közeljövőben.
Ő közeledik hozzá, de elvárja az elismerést, sikereket akar, lesz egy új irány, változik valami a sors utatokon, lesz egy új kezdet, valamit a hátad mögött hagysz, vagy ő is lezár valamit, hiszen jelenti az ő tartását, az ő terveit is, és miről van konkrétan szó. Itt ez a könyv jelenti a tudást, a továbbképzést, de a zárkózottságot is, valamit eltitkol előled. Itt vannak az ő életében viták, veszekedések, de ő nem beszél erről, nem beszél a problémákról, de meg lesz majd itt a könnyűség, hiszen a madarak jelentik a levegő elemét, a könnyűséget, a kommunikációt is, és ő beszél veled, ő beszél nyíltan veled, de a problémákról nem beszél. Akkor hallgat, tehát vannak itt még titkok, de nem azért, mert ő el akar titkolni előled valamit, hanem inkább olyan vidám dolgokról szeretne veled beszélgetni. Itt felül láthatóak az ő gondolatai, tervei, vagy az, hogy mi történik a közeljövőben. Itt megjelensz, mint egy királynő, így gondol rád, és utal a tűz elemére. Jelenti a te bátorságodat, a lelkesedésedet, jelenti a szenvedélyeket is, és itt a kelyheknél érzelmekről van szó, utal a múltra, itt van egy kis romantika, nosztalgia ebben. Mivel itt a múltról is szó van, az is lehet, hogy ő úgy gondolja, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, de itt látható ez a tolvaj, bízik abban, hogy ez a kapcsolat lezárul, vagy elmúlik. Az is lehet, hogy vannak itt kapcsolatok nálad is a múltból, lehetnek baráti kapcsolatok, de mivel itt van a tolvaj, az is lehet, hogy valaki ellopott tőled valamit, vagy rabolja az idődet, vagy az energiádat, és ő úgy gondolja, vagy azt szeretné, ha te nemet mondanál, ha te úgy viselkednél, mint ez a büszke királynő. És miről van szó itt konkrétan? Itt láthatóak a problémák, a nehézségek. Ez nem veled kapcsolatos, hiszen nem te jelented a problémákat, hanem ő úgy látja a dolgokat, amit te talán észre sem veszel, hogy itt vannak hamis kapcsolatok. Valaki ellop tőled valamit, és erre kellene odafigyelned, hiszen ezek által vannak itt ezek a nehézségek, vagy a problémák, és lépj fel, mint egy büszke királynő, és védd magadat. Ez a hegy jelenti a problémákat, de mivel itt a tolvaj látható egy sorban, azt is jelenthetik a képek, hogy eddig voltak itt a múltban még problémák, nehézségek, de ez elmúlik, hiszen ez a tolvaj el tudja a problémákat itt távolítani. Itt a barátokról, a baráti körről, ismerősökről van szó, és itt kell átgondolni azt, hogy kiben bízhattok, vagy kiben nem. Ki mit lop el tőletek. És itt látható ez a levél, ami jelentheti azt is, hogy valaki visszatér a múltból, jelentkezik nálad vagy nála. Itt lesz egy hír, és lesz egy levél, vagy egy e-mail üzenet, és itt látható ez a nehézség, láthatóak a problémák, de mivel a tolvaj itt megjelenik, eltávolítja ezeket a nehézségeket, vagy azt is jelentheti,
hogy ez a barát, ez az ismerős rossz szándékkal közeledik hozzád, vagy hozzá, és ez, ami így a közeljövőben történni fog, és ő elgondolkozik majd ezek felett, az események felett. Most megnézzük a titkokat nálad. Itt látható a halál kártyája, nem kell megijedni ettől a képtől, hiszen ez a kártya le tud zárni valamit, mégpedig a problémákat, az álmatlan éjszakákat. Ez lezárul. És akkor kisüt a nap, megvilágít valamit, sikereket hoz, a gyermek utal már egy új kezdetre. És megnézzük azt, hogy pontosan miről van szó itt. Itt szerelmi témákról van szó, ami eddig téged megbántott, vagy emiatt voltak a múltban álmatlan éjszakák, ez lezárul. Itt a nap jelent egy új kezdetet, vagy a vonzalmat kettőtök között, és itt a szív jelenti a sikereket a szerelmi élet területén. Sőt, itt látható a szerencse, a négy levelű lóhere. Amit ez a kép még jelent, április hónapot, hogy áprilistól lesz itt egy új kezdet. Persze ez lehet egy új kapcsolat is. És itt ez a koporsó lezár valamit, ugyanúgy, mint a halál kártyája. Bizonyos dolgok lezárulnak. Amit a koporsó még jelenthet, régi témák, vagy kármikus témák, egy kármikus szerelmi kapcsolat. Eddig ez nem volt látható, nem volt érezhető, de változik a helyzet, a nap megvilágítja ezeket a kármikus témákat. Itt a négy levelű lóhere szerencsét fog hozni, hiszen tudni fogjátok azt, hogy kettőtök között van ez a lelki kapcsolat, megvilágítja a szerelmi témákat. És a koporsó, ez nem csak a régi dolgokra utal, vagy kármikus témákra, egy kármikus szerelemre, hanem itt elmúlnak ezek a könnyek, elmúlik ez a szomorúság. Persze a koporsó lezárhat egy kapcsolatot is, és miután ezt le tudtad zárni, lesz egy új kezdet, hiszen itt a napnál láttuk ezt a gyermeket, ez jelentett egy új kapcsolatot is, ami szerencsét hoz számodra a szerelmi élet területén. És most megnézzük az ő titkait, itt látható, itt, mint egy király jelenik meg, és uralkodik a tűz eleme felett, kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, a szenvedélyeket, ügyel az anyagiakra, munkájára is, ez lehet egy munkahelyi változás. Ami kettőtöket illet, te értékes vagy számára, hiszen megjelensz, mint egy királynő, és a kezedben vannak az értékek. Ez jelentheti a belső értékeket is. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a ház jelenthet egy közös otthont, egy közös otthonnak a tervezését. Ami a munkát, a hivatást illeti, itt ő szeretne valamit kiépíteni. Amit a ház még jelenthet, ezek bizonyos családi kapcsolatok, itt még vannak anyagi kötöttségek. Ez a kereszt jelent egy kármikus szerelmet, ugyanúgy, mint egy sorban a szív és a koporsó jelenthet kármikus kapcsolatokat is. Itt is kármáról van szó, amikor a sors utatok kereszteződött vagy kereszteződni fog, jelent egy találkozást. Amit ez a kereszt még jelent, a hit, ő hisz abban, hogy itt lesz egy közös otthon, veled együtt ki tud építeni valamit. A kereszt jelenti a döntéseket is, amikor elérkeztek az élet utatokon,
ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt nem csak munkáról, anyagiakról van szó, hanem a párkapcsolatról is. De itt még megjelenik a kígyó. Ez jelenthet egészségügyi témákat, lehet, hogy ez a hivatása. Vagy jelentheti a gyógyító erőt, a megújulásokat, a változásokat is. De gyakran utal egy hölgyre, és ez lehet még egy párkapcsolat nála, amit ő leszeretne zárni, vagy te akarod azt, hogy lezárja ezt a párkapcsolatot, hiszen itt megjelenik a koporsó és a halál kártyája is, ami le tud zárni bizonyos eseményeket, vagy egy helyzetet, vagy bizonyos kapcsolatokat. Az is lehet, hogy ez a hölgy nem a társnője, hanem valaki a családból, ez lehet az anyukája, a testvére is, hiszen a ház az utal a szülői házra, vagy rokonokra is. Amit ez a kártya még jelenthet, azon kívül, hogy valaki úgy figyelgeti a dolgokat, kíváncsi, hogy mi hogyan alakul, de jelenthet mellékutakat is, amikor döntésekről van szó. Itt a kereszt jelenti az új irányt, a döntéseket, és a kígyó a mellékutakat, hogy nem mondja nyíltan azt ki, hogy ő mit szeretne, mint például itt egy közös otthon tervezését, vagy egy ingatlan vásárlását, tehát ő zárkózott. Itt is látható a könyvnél az ő zárkózottsága, hogy ő nem beszél nyíltan a vitákról, a veszekedésekről, és ez lehet egy ilyen családi kapcsolat is, hiszen a kígyó olyan kíváncsian figyelgeti azt, hogy mit, hogyan dönt, vagy beleavatkozik a dolgaiba. De ő erről nem beszél nyitottan. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!